Most pedig következzen Lothar Hirneis német rákutató előadásából egy újabb részlet, amelyik arról szól, hogy a méreganyagoknak mekkora szerepe van a daganatok kialakulásában. És azért érdemes maradnod a végéig, mert ő nem fog mondani konkrétumokat a méregtelenítésre, én viszont fogok neked mutatni néhány nagyon érdekes terméket. A következő mítosz, a méregtelenítő terápiák nem fontosak. Én úgy fogalmazok, hogy ha egy normális orvos lennék az egyetemen, én is ezt mondanám. Mert ha egész nap embereket mérgezek, nem mondhatom utána, hogy a méregtelenítés fontos. De nézzük meg együtt az úgynevezett kutatásokat. A német rákkutató centrum Heidelbergben azt mondja, szűk 100 000 ember lesz Németországban évente rákos. A túl sok dohányzás, a túl sok alkohol és a túl sok méreganyag következtében, ami a levegőben, a vízben és ki tudja még, hogy hol van. 100 000 ember. Tehát tulajdonképpen mi is lenne a logikus, hogyha mit tenne az ember? Ha mondjuk én egy állattenyésztő lennék, és a képen látható problémám lenne, akkor két lehetőségem volna. Vagy kitakarítom az istállót, és valami jót adok az állatoknak enni, vagy még több antibiotikumot adok nekik. És sajnos pontosan így van ez az akadémikus gyógyításban is. Nézzük meg ezt a logikát. Mindig a logikát kell megérteni, ami egy rendszerben van, és mindjárt világos lesz minden. Nekem nagyon fontos, hogy ma este ezt megértsék. Nem a személyek, akik ebben a rendszerben vannak, az orvosok vagy a kutatók, negatív vagy rossz emberek. Nem, ők egyszerűen egy rendszernek a fogjai, amiből nem tudnak kiszabadulni. Nekik ebben a rendszerben kell túlélniük. Ha úgy van, ahogy állítják, hogy a rákot, biztosan hallották már ezt a fogalmat, hogy rákkeltő anyagok okozzák, vagyis ha a rák tényleg mérgek miatt alakul ki, akkor nekem két dolgot kell tennem, meg kell néznem, hogy melyik ez a méreg, ami ezt okozza, és méregtelenítenem kell. Mit csinálnak az akadémikus gyógyításban? Ha egy beteg elmegy az orvoshoz, akkor azt mondja neki, hogy Müller úr vagy Schmidt asszony, ahhoz, hogy olyan egészséges legyen, először teljesen beteggé kell tenni. Egy késsel össze kell vagdosnom, vagy kemoterápiát kell a vénájába küldenem, vagy be kell sugároznom. Ezt kellene felfogniuk, hogy ahhoz, hogy ön egészséges legyen, először totál beteggé kell tenni. Ilyen csak az onkológiában, nem? Egyetlen egy más ágazatban sincs ez az őrület. És akkor nézzük még tovább, tehát vannak nekünk rákkeltő anyagaink, amelyek állítólag rákot okoznak. Most mindegyedben nem menjünk bele, állítólag vannak ilyenek, és így tovább. Tehát ha én egy orvos vagyok, akkor én nekem egy analízist kellene csinálnom. Ilyen analízis azzal kapcsolatban, hogy a páciensemnek milyen anyagot kellene kerülnie. Ez egészen egyszerűen magától értetődő. De ehelyett mit mond az onkológia? Egyszerűen azt mondja, hogy ez nem fontos. És aztán van itt még egy probléma, amit egyébként minden orvos már a második szemeszterben megtanul. Minden tumor laktátot, tejsavat termel. Ez a tejsav a következő problémát okozza. Ez körbevonja az egész tumort, és ezzel egy falat képez a tumor körül. Ezáltal oxigén nem jut be a daganatba, és egyre újabb és újabb rákos sejtek képződnek. Tehát mit kell nekem tennem egy rákos pácienssel? Ezt a laktátot el kell távolítanom a szövetekből. Ezt különböző anyagokkal és különböző terápiákkal meg lehet tenni. Mit mond az akadémikus gyógyítás? Ez engem nem érdekel. És nem azért, mert nem tudják ezt. Tudom, hogy minden orvos ezt megtanulja az egyetemen. A kemoterápia és a sugárkezelés megmérgezi a testet, és ezzel rengeteg szabad gyök keletkezik. Ezek a szabad gyökök szabad elektronok, amelyek mindig egy párt keresnek, és emiatt meglehetősen károsak a szervezetben. Ha én kemoterápiával és sugárral kezelek, és emiatt nagyon nagy számú szabad gyök keletkezik a szervezetben, akkor adnom kell a páciensnek valamit, ami méregtelenít, ami ezeket a szabad gyököket megköti, mint C-vitamin és hasonló. Ezeket muszáj, hogy adjam neki, hogy egy kicsit magához tudjon térni ettől a sok méreganyagtól. Mit csinál az akadémikus gyógyítás? Ne várjuk ki, majd magához fog térni. És van itt még valami, ami nagyon nagy szerepet játszik a szervezet mérgezésében, ezek az úgynevezett halott fogak. Én itt a gyökérkezelt fogakra gondolok, nyilván hallottak már ilyenről, sőt, talán önöknek is van néhány gyökérkezelt foga. Kérem, ne értsék félre, nem azt akarom mondani, hogy a gyökérkezelt fogak rákot okoznak, de a gyökérkezelt fogakban a baktériumok partiznak egész
nap 0-24-ben, és ez mérgezi a szervezetet folyamatosan. Ha önök is láttak már olyat, mint én, hogyha valakinek 2-3 ilyen gyökérkezett fogát kihúzzák, és aki úgy jött oda, hogy alig tudott menni, 2 nappal később, ahogy kihúzták a fogait, 20 évvel fiatalabb lett. Szóval ezután biztosan megértik majd, hogy mire képesek a halott fogak a szervezetben. És mit mond az akadémikus gyógyítás, hogy ennek semmi köze a rákhoz. És aztán itt van a bélrendszerünk, amely hihetetlenül fontos szerepet játszik ebben. Tegnap véletlenül láttam egy filmet arról, hogy hogyan lehet a Parkinson betegeket mérni. Egyáltalán nem kell az agyban biopsziát csinálni, elég, ha a bélrendszerben csinálnak egy biopsziát, mert hogyha változás van az agyban, akkor változás következik be a bélrendszerben is. Ezt csak azért mondom, hogy lássák, hogy milyen hihetetlen kapcsolat van az agy és a bélrendszer között. És azt pedig pontosan tudjuk, hogy nem csak a ráknál, más betegségek esetén is, mennyire észre lehet venni egy diszfunkciót a bélrendszerben. Tehát igenis szükség van egy szimbiózisra az agy, a bélrendszer, a baktériumok és sok minden más között. És mit mond erre az akadémiai gyógyítás? Ja, hát a bél az kitisztítja saját magát, nem kell ott csinálni semmit. Ez az elutasítás legtöményebb és legarrogánsabb példája mindenféle tudással szemben, amivel mi már a gyógyításban rendelkezünk. Ezt kénytelen vagyok kiemelni, mert engem ez az elutasítás teljesen kikészít. Szóval, ahogy Lothar Hirneis elmondta az előző videóban, a méregtelenítés az rendkívül fontos. Erre mutatok néhány példát neked. Ugye ő említette azt, hogy a szabad vegyértékű vegyületek mennyire károsak a szervezetben. A GL kapszulában, vagy a porban, a szerves germánium hatalmas mennyiségben található, és a szerves germánium rácsatlakozik ezeknek a vegyületeknek a szabad vegyértékeire, és így közömbösíti őket. Azon kívül magához vonza a nehézfémeket, és kivezeti a szervezetből. A következő a ganadermának az érett gombatestéből készülő ergé, ő pedig kimondottan méregtelenítő. Behatol a sejtbe, és kidobál onnan mindent, aminek ott semmi keresni valója. És van még egy másik nagyon érdekes termék, ugye a spirulina alga, amelyiknek szintén az a jellegzetessége, hogy magához vonza a nehézfémeket, feltéve, ha olyan minőségű spirulinát tudsz vásárolni, amelyik nem a medencébe szívta magába a nehézfémeket már a vízből, amiben felnövekedett, hanem majd csak az ember a te szervezetedben fogja ezt tenni. Hogyha bárkit érdekel esetleg valamelyik termék, írjatok e-mailt, az a biztos.